1956. december 12-én az Egri Csiki és Széchenyi utca sarkán karhatalmistákat tömegbe lőttek. Hatan meghaltak, többen megsebesültek. A tragikus évfordulóra a sortűz áldozatainak emléktábláján emlékeztek. Dr. Csank István, az 56-os szövetség elnökségi tagja emlékező beszédében úgy fogalmazott: évről évre azért gyűlnek össze, hogy az itt elhunytaknak, megsebesülteknek örök mementót állítsanak. A szörnyű emlék élesen él még bennük ma is. Egyszer csak a dobó laktanya felül egy teherautón pufajkások érkeztek, géppisztollyal a nyakukban. És itt a kanyarban minden figyelmeztetés és felszólítás nélkül parancsnokuk vezényszavára géppisztolytüzet zúdítottak a békés fegyvertelen tömegre. A megemlékezés után dr. Csizmadia István, a bazilika plébánosa, és Tóth Imre, református lelkész imádkozott az áldozatokért, majd az önkormányzat, a politikai pártok és a társadalmi szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el az emléktáblán.